Sarkadi Istvánné 10 éve foglalkozik epertermesztéssel Csökölyben. Azt mondja, eddig egyetlen egy évben hozott hasznot a termés, a bevétel nagy részét ugyanis vissza kell forgatni a termelésbe, így a fejlesztésekre, mint például fóliasátrakra vagy öntözőrendszer kiépítésére már nem maradt forrás. Éppen ezért eddig egyetlen egy támogatást sem vett igénybe, mert nem tud mit felmutatni, állítja az őstermelő. Sok mindenre föl lehetne venni, általában az önerőnek az ilyen 60%-nak meg kéne, hogy legyen. Ugye, és akkor miről beszélünk, ha felveszünk 5 milliót, 5 millió támogatást adnának, akkor 3 milliónak kéne lenni kézbe. Ezt a véleményt többen is megerősítették a faluban, pedig éppen a hazai kistermelők helyzetén próbál segíteni az Európai Unió egy 100 millió forintos keretösszegű támogatással, amelyre május közepéig lehet pályázni. Ez mindenképpen áttörésnek számít, hiszen korábban csak feldolgozott gyümölcsre adott támogatást az EU, amelyből a magyar termelők csupán csekély mértékben részesülhettek. Most viszont azt sem tudni, lesz-e idén termés, a hajnali mínusz 8 fokos fagy ugyanis megtizedelte a tőkék bimbóit, panaszolja Sarkadi Istvánné. Akár melyiket bontsuk ki, mindegyik elfagyott, és ezek még bimbóban vannak. Egy-kettő, ha marad rajta. A tőstermelő szerint a támogatási rendszert alapjaiban kellene átalakítani. Ha csak 2 év türelmi adót adnának rá, hogy ne kelljen fizetni, hanem tudjuk, ugye egy kis pénz legyen, meg tudjuk forgatni azt a pénzt, és utána törleszteni az államnak, mert a bankokra nem lehet számítani. Több termelőnek viszont segítséget jelenthet az uniós forrás, a Vidékfejlesztési Minisztérium 600-800 támogatási kérelmet vár.